Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Október 21-e az egy portál nap. Az azt jelenti, hogy a mi földünk kapcsolatban áll a plejádokkal. Ez egy finom energiamező, ennek van gyógyító hatása, és kinyílik egy kapu a plejádok felé, kinyílik egy ajtó a spirituális terület felé. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy pontosan miről van szó, erről beszámolok itt ezen a felvételen. Az, hogy mikor van egy portálnap, azt a maják számították ki. A forrás az a maja naptár. Erről beszámolok naponta a Facebook oldalamon. Dendera Susanna Medici, ott található meg. Ebben a maja naptárban van 20 rezgés vagy hullám. Egy ilyen hullám 13 napig tart. A majáknál a 13-as szám az egy misztikus szám volt, és ők úgy gondolták, hogy a 13-as szám szerencsét is hoz. Ez a portálnap, október 21-e, ez az 5. hullámban van, és a 10. nap ebben az 5. hullámban. És ezen a napon ik uralkodik. Ik lefordítva szellőt jelent. És ez a hullám, ez a nap, és ik beszámol arról, hogy tulajdonképpen milyen témák érintenek bennünket. Itt lezárunk valamit. Miután befejeztünk bizonyos dolgokat, megvan arra a lehetőség, hogy legyen egy új kezdet, és ez a nap alkalmas erre valami újat indítani. Megvan a szellő, tehát van a mozgás, a levegő eleme, a könnyűség, előre mennek az események. Vannak külső befolyások. És itt azon kell elgondolkozni, hogy milyen befolyás ér bennünket, ki hat ránk, és milyen szándékokkal. Ez a szellő, ez a kapcsolat kellemes? Vagy ellenünk van? És akkor erő kell ahhoz, hogy áttegyük magunkat bizonyos dolgokon, megküzdjünk a szellő ellen, ha ez ellenünk mozog. Itt döntések vannak, hogy ki és hogy hogyan hat ránk. Ez kellemes vagy előnyös? Akkor valaki segít abban, hogy legyen egy új kezdet, hogy előre menjenek könnyen az események, de néha vannak negatív befolyások is, amikor egy akadály áll előttünk, és ezeket az akadályokat kell ezen a napon átvizsgálni, és akkor utána így a döntéseket hozni. Összefoglalnám azt, hogy mi történik ezen a napon, mire jó a szertartás. Ennek van gyógyító ereje. Könnyebb egy spirituális területen valamit indítani, kezdeményezni, jó kapcsolatokat kiépíteni. De kicsit óvatosnak kell lenni, mert nem tudjuk, milyen irányba mozog ez a szellő. Előre megy, kellemes, segít, vagy ellenünk van, és akkor sokkal nehezebb a mozgás, hiszen akkor itt
akadályok vannak. És ezeket az akadályokat távolítjuk el a szertartás által. És ez volt a felvétel, amennyiben tetszett a videó. Örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!